mozgalmas és izgalmas szezon tudhat maga mögött a német Bundesliga egyik patinás csapatának számító Brose Bamberg. A 31 éves magyar szakembert másodedzőként foglalkoztató klub nagy hajrával jutott be a rájátszásba úgy, hogy utolsó 11 meccséből 9 alkalommal győztesen hagyta el a pályát. 8. helyen sikerült kvalifikálni magunkat a rájátszásba. Ez egy nagyon nagy hajrával jött össze, hiszen az utolsó 11 mérkőzésünkből 9-et megnyertük, és ugye nagyon jó volt látni a szezon végén, hogy a közönség is, a nézők is rendkívül értékelték ezt a rájátszásba jutást. Ez a rájátszás az inkább már kicsit ilyen örömjáték volt így a számunkra. Az Alba Berlin, ahogy szokták mondani, azért más kávéház. Igazából az első forduló párosításaiból mindegyik kiemelt csapat 3-0-val tovább is lépett az elődöntőkbe, de nagyon örülök, hogy a második mérkőzésen egy kicsit sikerült megráncigálni az oroszlán bajszát. Ott azt gondolom felvettük a fővárosiakkal a lépést. Bambergben nyáron jelentős változások lesznek a játékos keretben és a szakmai stábban, a vezetőedző mellett azonban Jakab Máté munkájára is számít a klub. Megtiszteltetés, hogy számolnak velem a következő évben is, hiszen a stábon belül is lesz átalakulás. Örülök, hogy én tudom képviselni a folytonosságot, és abban is biztos vagyok, hogy egy jó nyári kiválasztással, akár egy sokkal sikeresebb szezon tudunk abszolválni jövőre. Jelenleg ugye home office-ban dolgozunk, tehát ez egy olyan munkafolyamat, amikor a játékosokat választjuk ki, hogy otthon is el tudjuk végezni komputer előtt a napi teendőinket. Tervezem, hogy meglátogatom idén újra az NBA-nek a nyári ligáját Las Vegasban. Az egy olyan játékos bőrze, ahol igazából nagyon sok potenciális kiválasztott játékost meg lehet nézni élőben. Játékosügynökökkel lehet találkozni, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon hasznos esemény az egész kosárlabda társadalom számára. És valamikor augusztus környékén természetesen kezdődik a felkészülés, addig pedig itthonról intézzük a dolgokat. A fiatal szakember Németországban is figyelemmel kísérte a Nyíregyháza Brose szereplését. Amikor volt lehetőségem, mindig bekapcsoltam a nyíregyháziak mérkőzését az interneten, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült benn maradni a csapatnak. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi kosárlabda, úgyhogy innen is gratulálok a vezetőségnek, vezetőedzőnek, Pető Ákosnak és Mohács Máténak, hiszen minden fórumon én is próbálom kiemelni, hogy remek munkát végeznek, és jó kezekben van a kosárlabda. Jakab Máté nem csak a kékcápákat, hanem a többi csapatot is figyelte, mert, mint korábban elmondta, a német bajnokság jó lehetőséget jelenthet a Magyarországon kiemelkedően szereplő légiósok számára. Ez bizonyítja, hogy a Nyíregyházán nagyszerű szezont produkáló C.J. Bryce ma már a Bundesligás Würzburg játékosa.